Komposztálás világnapja alkalmából a Vajdasági Magyar Diák Szövetség az Ökobecse Polgári Egyesület közreműködésével tatarozási akciót szervezett az Óbecsei Erdőtelepítők Parkjában. Nagyon pozitívan meglepődtünk, mert sokkal több fiatal jött el ide a mai napon az Erdőtelepítők Parkjába, Óbecsére, köszönve részbe annak, hogy itt az Ökobecsej Polgári Egyesülettel és a VMS Ifjúsági Fórumával közösen ezt itt meg tudtuk valósítani. Másrészt pedig az óbecsei általános és középiskolák és az ő tanárjaik is nagyon nyitottak voltak a kezdeményezésünk felé. Izgalmasan hangzott, hogy padokat kéne festeni, meg ilyenek. Igaz, még azt nem csináljuk, de tervben van, illetve hát mégiscsak nemes dolog ilyeneket csinálni. Itt nagyon jó nekem, az osztálytársaimmal takari, egy kicsit itten összeszedjük a leveleket, és utána sportolunk, és hát nagyon jó itt nekem, azért jöttem el, mert tavaly is itt voltunk, és ez nagyon jó móka minden évben. Azt üzenem, hogy ne szemeteljünk, és vigyázzunk a természetre, az állatokra, ne szennyezzük a levegőt, és többet biciklizzünk. A komposztálásról és a környezetvédelemről is szó esett az önkéntes akció keretében. Azt tudjuk, hogy a háztartási hulladékok jelentős része növényi eredetű. Azáltal, hogy komposztálunk, mindenféleképp csökkentjük a háztartási hulladékot. Másik oldalról nagyon sok háznál van kiskert, illetve cserepes virágokat tartanak a háztartás vezetői, úgyhogy a komposztálással mindenféleképp lecsökkentjük a hulladéktermelést, másik oldalról viszont tápanyagdús humuszt, táptalajt tudunk előállítani. A munkaakció után a fiataloknak szabadtéri programokat, különféle sporttevékenységeket szerveztek.